az elmúlt években Budapest környéke olyan fejlődésnek indult, hogy nem csak a településnek a lakosság száma duplázódott megadott esetben, hanem az infrastruktúra is jelentősen fejlődött, de el kell ismerni, hogy a sportinfrastruktúra fejlesztés az elmarad a lakosság létszámának a növekedésétől. Gödöllőn is az elmúlt 50 évben megduplázódott a lakosságnak a száma, ma 34 ezeren élnek ebben a városban, miközben azért azt kell mondanunk, hogy a sportinfrastruktúrás ellátottság az érdemben azért nem változott. Akkor, amikor egyrészt az olimpiai sportágokban ilyen sikeresek vagyunk, másrészt pedig bevezettük a mindennapos testnevelést, mert az a célunk, hogy minden gyerek legalább egy órát mozogjon minden nap, akkor szükséges, hogy ezt az egészséges életmódot, ezt a megfelelő létesítményekkel is támogassuk. Itt a köznevelési rendszerben óvodától középiskoláig Gödöllőn 11 ezer gyerek tanul, jár köznevelési intézménybe, az egyetemen pedig, remélem jól mondom a számot, rektor 6300 hallgatója van. Mindezt figyelembe véve, és egyáltalán mondjuk így, hogy a Budapest észak-keleti agglomerációnak az igényeit, szükség van egy olyan létesítményre, ami bizonyára hiányt fog pótolni, amely versenyek megrendezésére is alkalmas, és ez nem más, mint egy versenyuszoda. Tehát ennek a versenyuszodának az építését szeretném bejelenteni. Itt látjuk már a terveket részben megvalósulva, legalábbis a bóják azok már ki vannak rakva. A komplexum 50 méteres medencét jelent, ehhez egy 1000 fős lelátó kapcsolódik, bemelegítő és egyben tanmedence is használható több funkciós medenceként, valamint a szükséges kiszolgáló wellness funkciókat is biztosítjuk. A beruházás megközelítőleg 2,53 milliárd forintba fog kerülni, a teljes költség az költségvetési forrásból, tehát állami forrásból fog megvalósulni. Ez a létesítmény az állami tulajdonban levő és a Szent István Egyetem vagyonkezelésébe álló ingatlanon fog megvalósulni, de természetesen nem csak az itteni egyetemi hallgatóknak, hanem az egész városnak, sőt az egész környéknek az igényeit ki fogja elégíteni. Biztosítja a versenyport, sport utánpótlás nevelés, úszás, vízilabda, edzéseknek és a versenyeztetésnek az igényét, az úszásoktatás természetesen a lakosságnak, a polgároknak az úszás igényeit, az egyetemi sportképzés és a parasport igényeket is. A fedett úszoda megvalósítása érdekében szükséges egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is el fogjuk végezni, közművek, parkolók, megközelítő utak és így tovább, és természetesen akadálymentes lesz az egész épület. Biztosítja majd az óvodai, általános, közép és felsőfokú intézmények úszásoktatását, sportolását, és mi úgy számoljuk, hogy ha az agglomerációt megnézzük, a vonzás körzetet, akkor körülbelül 100 ezer fő, 100 ezer magyar polgár az, akiknek az úszás igényeit ki tudja majd elégíteni, nemzetközi és országos szintű versenyek rendezésére is alkalmas lesz, figyelemmel a városnak az igényeire. Azt hiszem, hogy amikor Gödöllőre egy ilyen beruházással jön a kormány, akkor jó partnert talált, jó szövetséges talált az egyetemben, és természetesen Vécsei képviselő úrnak a kemény kiállásában, aki keményen lobbizott azért, hogy a kormány ezt a döntését meghozza. Úgyhogy ezzel az egész térség és Gödöllő városa, mindenki, az egyetemisták, az itt tanuló diákok, óvodás gyermekek és mindenki gazdagodik, gyarapodik. Örömteli esemény ez. Én bízom benne, hogy ez az alkotó munka, ez a közös gondolkodás tovább halad, és valóban mielőbb igénybe vehetik majd a sportolni kívánó gyermekek a megépülő úszodát. Nos, hát amikor 2012-ben híre terjedt a városban, hogy az egyetemi úszodát, az egyetemi strandot, ami lényegében az utolsó ilyen szabad vízfelület volt, szintén be kell zárni, akkor úgy gondoltam országgyűlési képviselőként, hogy itt az ideje intenzívebben keresni annak a lehetőségét, hogy a kormány egyre bővülő és egyre világosabban kibontakozó sporttámogatási rendszerek keretében valamiféle hát úszási lehetőséghez, vízisportolási lehetőséghez juttassuk végre Gödöllőt. Amikor a 2013-as év javuló gazdasági adatait láttam, akkor úgy voltam vele, hogy hát bátran a kormányhoz is lehet fordulni, hogy a kormány segítségét kérhessük ehhez a beruházáshoz. A kormány meghallgatta az érveimet, méltányolta az érveimet, elkezdődött a munka, az egyetemet ismét megemlíteném, mert az egyetem vezetésében
nagyon jó együttműködő partnert találtunk, az együttműködés eredményeképpen ideális helyszínre leltünk, hiszen ez a most kertészetnek hívott terület, 3,5 hektáros terület, Gödöllő közvetlen központjában helyezkedik el, a kastély, a vasútállomás, a hévvégállomás, az egyetem közvetlen közelében, tehát minden szempontból ideális egy ilyen létesítmény céljára. A minisztériumtól, az EMMI sportállamtitkárságától, a sportközpontok igazgatóságtól nagyon sok műszaki és adminisztratív segítséget kaptunk, és hát így jutottunk el lényegében a mai napig. Ez a nap azt gondolom, hogy Gödöllő sporttörténete szempontjából, de minden bizonnyal egész Gödöllő története szempontjából is egy pirosbetűs nap, hiszen Gödöllő 30 éves, vagy több mint 30 éves álma válik ma valóra, illetve kap egy olyan jogszabályba foglalt biztosítékot, aminek révén minden gödöllői biztos lehet abban, hogy hosszú-hosszú kísérletezés és sok-sok fals kísérlet után végre valóban vizes létesítményhez jut Gödöllő. Ma 2014. március 6-án, tehát hivatalosan bejelenthetjük, amit itt a pulpitus előtt elhelyeztünk, hogy Gödöllő is rajtkőre áll. Köszönöm szépen figyelmüket!